Üdvözlet mindenkinek! Itt az infobaba.hu weboldalon. Ebben a videóban meg fogjuk nézni, hogy hol tart a társadalmi vagy szociális kreditrendszer Kínában. Egy érdekes videót találtam a Facebookon, illetve utána néztem néhány cikkben, hogy mi az, amire Magyarországra eljutott ezzel kapcsolatban. Mielőtt megtennénk ezt, Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Már lassan hozzászokunk ahhoz, hogy ami néhány évtizeddel ezelőtt még futurisztikus volt, vagy tudományos fantasztikum, az már valóságá vált, vagy legalábbis elérhető valóságá változott, amiről úgy gondolkodunk, hogy a közeljövőben semmi akadálya nem lesz annak, hogy megvalósuljon. És ez az, ami történik Kínában ezzel a szociális kreditrendszerrel. Feltételezem, hogy ez nem újdonság senkinek. Mielőtt nekivágnánk ennek a videónak még felhívnám a figyelmet két filmre, az egyik ezek közül az In Time, vagy Lopott Idő magyarul, Justin Timberlake főszereplésével, ahol az emberiség egy új korszakba lép, és az időt használja, mint fizetőeszközt. Amennyire ez úgy tűnik, hogy valamiféle science fiction film, egyáltalán nem az, hogyha belegondolunk abba, hogy mindenki dolgozik, azért pénzt kap, majd aztán azzal a pénzzel fizet. A pénz az csak egy közvetítő eszköz, de az idő tulajdonképpen, amivel mi fizetünk, és az időnket áldozzuk a rendszerre és a rendszernek, annak érdekében, hogy megszerezzük azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyeket fontosnak tartunk, és amelyeket fontosnak tartunk, azok reprezentálják, hogy mi az, ami a bensünkben uralkodik hisz az ember arra költi a pénzét, más szóval az idejét, ami számára fontos, arra áldozza azt. A többség persze mit sem sejt erről az egész koncepcióról, és feltételezem, hogy sokan, akik majd hallgatják vagy nézik ezt a videót, szintén nem gondolkodtak még ezen így. De értse meg mindenki, hogy az életünket áldozzuk föl a rendszernek, ugyanis a pénz, amit megszerzünk, az az időnk, és az idő végső soron az élet ideje az embernek. Hogy mindenki bölcsen válogassa meg azt, hogy hol dolgozik, mit csinál, és aztán még fontosabb, hogy mi az, amire költi azt a pénzt, amit megszerzett, ugyanis minden vásárlással, minden tranzakcióval kinyilvánítja azt, hogy mi az, ami a belsejében van, amire áldozza az ember a pénzét, arra áldozza az idejét, másként arra áldozza az életét. Így szemlélvén ez a film nem is annyira elrugaszkodott a valóságtól, csak egyszerűen a közvetítő eszközt kivonták a forgalomból, és helyette találtak valamilyen digitális módszert arra, hogy az időt számon tartsák, de lényegében pénzről van szó, csak ebben az esetben időnek hívják azt. Nem azt akarom javasolni, vagy. Sugalmazni, hogy valaki hagyja abba, vagy bárki hagyja abba a munkát, és aztán üljön otthon inkább, mint hogy az idejét áldozza erre. Viszont a világ megváltozott is, régebben az emberek közvetlen, és aztán közvetlenebb kapcsolatban voltak a munkájuknak a végeredményével és a gyümölcsével, mikor mezőgazdaságból, aztán később még talán, mikor iparból éltek akkor is. Dolgozott az ember, látta a termést, tudta, hogy ami dolgozik, annak ez a végeredménye. Azonban manapság az ember csak dolgozik, és nemhogy nem látja a végeredményét, hanem legtöbb esetben nincs is értelme annak, amit csinál, hisz a szolgáltatásoknak egy jelentős része az értelmetlen hiába valóság. Az egyetlen dolog, amit lát a munkája eredményeként, az a pénz, és így évtizedek során lehetett az emberiséget kondicionálni arra, hogy ez valami fontos dolog, ez az, amiért érdemes élni és dolgozni. Még az én javaslatom, illetve az, az amit én próbálok sugalmazni az, hogy az élet sokkal kielégítőbb, hogyha látjuk fizikálisan a munkánknak az eredményét, és a pénz az csak annak egyfajta jutalma, azt is értem, hogy egy fodrász is látja a munkájának az eredményét, de valljuk be őszintén, a fodrász munkája az nagy részt értelmetlen, hiába valóság. Hasonlatosan több tucat, hanem száz másik ez mérten talán még értelmetlenebb szolgáltatásokhoz, mint például a műkörmös, vagy a szolárium szalon és vége hossza nem lenne a felsorolásnak. Nem azt mondom, hogy ezeknek az embereknek nincs értelme az életüknek, meg ez hasonló. Hát csak fontosabbal is tölthetni az ember az idejét, mint hogy egy szolárium szalomba ücsörög, aztán nézegeti, hogy ki hogy barnul le. Van egy másik film azonban, amit még szintén érdemes megemlíteni, ez a Minority Report, vagy a külön vélemény Tom Cruise-zal. 2002-ből 2054-ben játszódik ez a film, amikor is három különleges képességgel megáldott. Azt hiszem, hogy emberek ezek az előre jelzik a jövőt. Ez egyfajta pre-crime vagy bűn előrejelző rendszer, amikor is még meg nem történt eseményeket a rendszer már képes ugye megjeleníteni az akkori jelenben, ennek esik áldozatul a főhős, aztán valahogy kimászik ebből a slamasztikából. De ez a rendszer, ez egyáltalán nem science fiction mára, ahogyan írja azt a cbr.com, ahol úgy fogalmaznak, hogy a különvélemény megjósolta a jövőt, amelyikben mi most élünk. És Steven Spielbergről azt írják, hogy ez egy brilliáns vízió volt ez a film, ugyanis leírta azt a jövőt, amiben élünk és ami felé száguldunk. Mindazok a dolgok, illetve számos azok közül, amiket láthatunk ebben a filmben, azok már a valóságá váltak, mint például a gépi tanulás módszerrel, ugye személy szerint válogatott reklámok többek között. Ők persze úgy fejezik be, hogy tudat alatt ez a film tükrözte azt, ami felé száguld az emberiség, de ez egyáltalán nem tudat alatt van, mint ahogy azt valószínűleg már mindenki tudja ezekből a videóból, hanem így jelzik előre nekünk, hogy mi az, ami várható. És akkor ha már itt tartunk, Kezdjük el vizsgálni azt a videót, amiről beszéltem. Azok a kínaiak, akik a kormányukkal szembeni kritikájuk miatt Európába emigrálnak, azt remélik, hogy biztonságban élhetnek. Az ellenzéki fiatal Wang Jingyu azonban egészen más tapasztal. Őt Hollandiában izaklatja a kínai rezsim. A gyanú szerint Kína illegális rendőrőrsöket tart fenn Európa szerte, melyek segítségével külföldön is nyomás alatt tartja a másik gondolkodókat. A holland kormány alaposan kivizsgáltatná a kínai illegális ügyét. Szóval most, hogy ez a valóság vagy sem, teljesen mindegy. Én inkább arra helyezném a hangsúlyt, hogy ez egyáltalán lehetséges. És még mindig úgy gondolom, hogy bemutatják azt a jövőt, ami következik. Úgy írják le kínát, mint valamiféle rettenetes zsarnok hatalmat, miközben az összes ország efelé halad, ráadásul úgy, hogy teljesen nyíltan teszi ezt, beleértve hazánkat is, a megfigyelő rendszerek épülnek itt is, mindenhol a világon, különösen a fejlett nyugati országokban. De mindig van egy ilyen múcs, akitől lehet félni, meg akit, akire lehet mutogatni újra, hogy ó, ez a gonosz, meg ez így használja a technológiát, meg úgy, miközben ők ugyanazt csinálják. Wang Jingyu úton van a haragosaihoz. A hágai kínai nagykövetségre tart. Az ellenzéki aktivista 2019-ben menekült el Kínából. 17 éves volt akkor. Az interneten bírálta a kínai kormányt, amely a hongkongi tüntetésekre erőszakkal reagált. Jelenleg Hollandiában él. Azt meséli, az itteni kormánykritikus megszólalásai is problémát okoztak neki és a Kínában élő családjának. Én, megen, én úgy gondolom, hogyha valaki érdekel a véleményem, hogy ezek ilyen propaganda videók, amik nem a valóságot mutatják be, hanem egyfajta célt szolgálnak, hogy az emberiséget irányítsák egy irányba. Nem mondom, hogy minden, amit a, a mainstream médiában látunk, az egyfajta propaganda videó, de a nagy része bizonyosan az, és én arra gyanakszom, hogy ez is egy ilyen. Ezek az országok együtt dolgoznak. Feltetjük a kérdést, hogy mi értelme van, hogy hogy saját magukat így kiadják. A lényeg az, hogy az emberek lássák, hogy mi a jövő. Te is úgyse tudunk csinálni semmit az ellen, hogy megakadályozzuk, illetve annak érdekében, hogy megakadályozzuk azt a jövőt, vagy az ellen, hogy az bekövetkezzen. Viszont azzal, hogy elénk tárják ezt, hallgatólagosan egy jelentős része az embereknek beleegyezik, meg elfogadja azt, hiszen tehetetlen. Szeretném, ha a nagykövetség megmagyarázná, miért tartóztatták le otthon a szüleimet, és szeretnék kiállni más kínai disszidensekért is, mert a kínai kormány sok ellenzékét letartóztat és üldöz külföldön is. Igen, persze, biztosan így van ez is, amiről beszél, de nem Kína az egyetlen ország, amely ezt csinálja, az összes nyugati ország hasonlóképpen reagál arra, hogyha valaki él, túl élesen bírálja azt, ami történik. Hogyha valaki túl messzire merészkedik, akkor az összes ország letartóztatja azt az embert, és egyelőre csak arról van szó, hogy melyik országban hol húzták meg a határt. Érdekes az is, amit mond a következő. A nem érvényes. Azt állítja, a kínai titkosszolgálat operatív tevékenységet folytat ellene. Már a világ több szállodája is kapott a nevében hamis bomba fenyegetéseket. Hívások százait mutatja a telefonján, amelyek nap mint nap és mindezek az információk, amiket elmond, demonstrálja azt, amiről beszélek, hogy egy, egy... Titkos szolgálat képes akármit megcsinálni. Hogy ez így van az ő esetében, nem tudjuk, de bármit megcsinálhatnak, és aztán senki nem tudja bebizonyítani, hogy mi az igazság, ugyanis le lesz a végén egy hivatalos vélemény, egy nyilatkozat, hogy ez történt, az kész, és benne vagyunk nyakig abban a szituációban, amihez gyakorlatilag semmi közünk. Ezek, hogy van ennyi bejövő hívása, meg mit tudom én mi, ki tudja, hogy, hogy ez a valósága, vagy nem. Csak értse meg mindenki, hogy a lehetőségük megvan arra, hogy letiltsák az útlevelünket, hogy hívogassanak minket, hogy bombafenyegetéseket küldjenek szállodáknak a nevünkben, bármi, amit csak akarnak a hatóságok, azt meg tudják tenni. És ha valaki abba a tévhitben ringatja magát, hogy ez csak Kína használja ezeket az eszközöket, akkor sajnos azt kell, hogy mondom, hogy el van tévedve. Mutatok egy példát arra, hogy csak mennyire nem tudjuk, hogy mi az igazság. Laura Hart a Safeguard Defenders emberi jogi szervezetnél dolgozik. Az Európai Parlamentben épp arról beszél, hogy Kína a világ 53 országában tart fenn külföldi rendőrőrsöket. Az Európai Parlamentben épp arról beszél, hogy Kína a világ 53 országában tart fenn külföldi rendőrőrsöket. Szóval Kína a világ 53 országában tart fenn. Külföldi rendőröksöket, ami illegális a nemzetközi jogban. Ennek ellenére nekik van, de 50 akár mennyi ilyen, és több mint 200 kínai kínait vettek rá, hogy hazatérjen, és képesek olyan hatékonysággal dolgozni külföldön, mint a saját országukban. Ezt mondja ez a hölgy az emberi jogi szervezettől. Na erről itt van egy kínai szóvivő. A kínai külügyminisztérium tagadja a külföldi rendőrösök létezését. Ki megtagadja, tagadja az, hogy léteznek ezek a külföldi rendőrösök. míg a másik azt mondta, hogy bizonyítéka van arra, hogy 53 országban léteznek. És akkor mi a valóság? Mindenki eldönti magának. Valaki az mellett fog dönteni, hogy nem, nem, nem léteznek, ez lehetetlen. Valaki meg azt mondja, hogy á, biztos, hogy léteznek, persze, hogy léteznek, miért ne léteznének. De nem tudjuk az igazságot. Ez így van minden egyes hírrel. Minden híren így van. Az, amit mi tudunk a világról, az az, amit ők elárulnak nekünk ebben az úgynevezett mainstream médiában. De az igazságot azt lehet, hogy senki nem tudja, hogy mi az, hogy mennyi országban van, hogy mi van. És minden egyes alkalommal, amikor valaki arra alapozza a véleményét, ami mainstream legyen az média, legyen az oktatás, tudomány, legyen az politika, teljesen mindegy, akkor ugyanezzel problémával kell, hogy szembenézzen, hogy nem tudhatja, hogy mi az igazság. Nem csak a médiában van benne a keze, ennek a, meg a hírekben, ennek a háttérszervezetnek, hanem mindenhol ott van. Ezek azok, akik irányítják az egész világot. Itt van, amit mond a hölgy. Kína betartja a nemzetközi jogot, és tiszteletben tartja minden ország szuverenitását. Az úgynevezett tengeren túli nem léteznek. Nem léteznek a tengeren túli rendőrösök, még az előbb azt mondta, hogy bizonyítéka van arra, hogy 53 országban fenntartja ezeket. Szóval mi az igazság? Ki tudja? Őt egy holland kormány szóvivő is felszólal. Egyértelművé tettük a kínaiaknak, hogy mit láttunk. Bármiféle állami tevékenységre csak akkor kerülhet sor, ha a fogadó szóval ország is beleegyezik abba a külügyminiszter azt mondja, hogy ez létezik ez a rendőrös, és felszólítja a rendőrösök, és felszólítja a kínaiakat arra, hogy zárják be ezeket. Ez jelen esetben nyilvánvalóan nem így történt, ezért arra kértük őket, hogy zárják be ezeket a rendőrös. Akkor mire mondta az előbb a nő, hogy nem létezik, ha ez azt mondja, hogy létezik? amit aztán ők meg is tettek. És meg is tették, meg is tették, míg az előbb azt mondta, hogy nem létezik. Mutatok egy példát erre, ez a Federalist Society, ahol Elizabeth K. Dormini arról ír, ez 2023. március 1-én, hogy társadalmi kreditpontok legalábbis egy ilyen eszerinti rendszert javasolnak az állami alkalmazottaknak, illetve azoknak, akikkel az államokkal szövetségben dolgoznak, illetve szerződésben dolgoznak. 2023. január 31-től tervezik ezt a rendszert, illetve szeretnék bevezetni, ahol alkalmasság és fitness tekintetében, vagy megfelelőség tekintetében osztályoznák a különböző alkalmazottakat, illetve azokat, akik szerződéssel rendelkeznek és az államnak dolgoznak. Ez a Preger Junak egy rövid videója a kínai társadalmi kreditrendszerről, és megmutatok néhány pillanatot belőle. Throughout the 1990s, Chinese banks developed financial credit rating programs like those we have in America. Ez ugye azok a pénzügyi rendszerek, amiket alkalmaznak Magyarországon is, hogy rangsorolják az embereket és pontokat adnak nekik, hogy mennyire megfelelők azok hitelfelvétel szempontjából. Ez Amerikában nagyon megy már, azt hiszem, hogy az Egyesült Királyságban és biztos vagyok benne, hogy Nyugat-Európában is, de Magyarországon is van bárlista, ami azt jelenti, hogy mindenkit rangsorolnak annak megfelelően, hogy mennyire Biztos az, hogy vissza tudja majd fizetni a felvett hitelét. És nem azt mondom, hogy ó, ez az ördögtől van, csak azt, hogy ez ennek a rendszernek egyfajta előkészítése, hogy az emberek megszokják azt, hogy pontozzák őket. Increased lending in rural areas. So far, so good. But the government officials soon realized that similar programs could be set up to gather other information about the behavior of its citizens. Szóval az állam rájött arra, hogy fel lehet használni ezeket a rendszereket az élet más területén is annak érdekében, hogy szabályozza az állampolgároknak az életét. By 2014, new technology allowed the state to monitor what people said. Egy új technológia 2014-re lehetővé tette azt is, hogy az állam, ez Kínáról van szó, monitorozza és ellenőrizza azt, hogy mit beszélnek az emberek. Did, but, read. Mi az, amit csináltak, mi az, amit vettek, mi az, amit olvastak. And searched on the internet. Vagy mi az, amit kerestek az internetet. Why? És mi az értelme ennek tehetnénk fel a kérdést? Because more data equals more control. Azért, mert több adat az egyenlő több kontrollal, vagy nagyobb ellenőrzési hatalommal. Ez egyébként mindenben így van, azok, akik üzletben dolgoznak, különösen nagyobb cégeknél, ezt örökké elmondják, hogy azért gyűjtik azt a rengeteg információt az emberekről, mert úgy nagyobb ellenőrzést tudnak gyakorolni, és hatékonyabban tud működni az a bizonyos cég vagy üzlet. That year, the State Council, China's highest administrative body, issued a blueprint of ez ugye az állami bizottság, feltételezem valami ilyesmi néven, kiadott 2014-ben egy minta tervezetet erre a szociális vagy társadalmi kreditrendszerre. Phase one of the social credit system. The central government then established the pilot programs. Ezután a központi kormányzás különböző pilóta vagy ilyen próba programokat tervezett és kezdett el megvalósítani. In 43 cities across the country. 43 in one of these cities, városban, local officials labeled certain behaviors as either acceptable. És például ebben a városban, amiről itt szó van, a helyi hivatalnokok bizonyos viselkedésformákat elfogadhatónak bélyegeztek. Or unacceptable. Vagy pedig elfogadhatatlannak. Every adult was signed 1000 social credit points. Minden egyes felnőtt ezer társadalmi kreditpontot kapott. a És annak megfelelően, hogy a magán vagy a nyilvános életük hogyan alakult az állam által meghatározott standard szerint, nyertek pontokat vagy veszítettek pontokat. Szóval, attól függően, hogy hogyan viselkedtek az állam által meghatározott rendszerben, mi volt az, ami elfogadható, mi az, ami nem, annak megfelelően alakult a pontszámuk. Buying diverse was fine, you are taking care of your family. Hogyha ugye pelenkát veszel, az nagyszerű, mert akkor gondoskodsz a családodról. Playing video games questionable, because the state says it has a sign of laziness. És kérdéses az, hogy videójátékot játszol, az melyik kategóriába tartozik, ugyanis ez a lustaságnak egy jele. And discussing religion or grumbling about state policy. Hogyha megbeszéled a vallásodat másokkal, vagy zúgolódsz az állami politika miatt, az viszont már elfogadhatatlan. Unacceptable. lose too many points and you might miss out on privileges like bank loans. Nem kaphat hitet, lecsökken a társadalmi Faster internet. Vagy lassítják az internet elérésedet. <laughs> And a plane ticket. De nem is az Big companies such as Alibaba work with the government to make the system viable. Ugye Alibaba, nem is tudom hány 40 millió felhasználója van, de lehet, hogy még több. És ezek együtt dolgoznak a kormánya annak érdekében, hogy hatékonyabbá tegyék ezt a rendszer. Imagine the government knows and the judge what you buy on Amazon. És a probléma az, hogy ezek a cégek ezt az adatot közlik az, az államokkal, vagy a kormányzattal, különösen titkosszolgálattal, rendvédelmi szervekkel, így tehát mindenki tud arról, hogy mi mit vásárolunk, mit olvasunk, mire keresünk rá. Így tehát nem kell aggódnia senkinek amiatt, hogy hogy álnével legyen a Facebookon, meg ne ossza meg a videót, meg ne lájkolja meg ezek a dolgok. Teljesen mindegy, már rég tudják, már rég mindent tudnak mindenkiről, aki itt van, aki itt lesz, azt is tudják, hogy ki az, aki itt akar lenni, úgyhogy ez már réges-rég késő. Szóval, ha már itt tartunk, Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm. And you get the idea. It's assumed that in the near future, the system will be mandated for all Chinese citizens. És most még egyelőre, ha visszaemlékszik mindenki, akkor ezek próba üzemmódok. 50 akárhány, vagy 40 nem is tudom hány városban volt ez, amikor elkezdődött, Azonban a jövőben ez kötelező lesz minden kínai számára. Already many people have been enrolled without their knowledge. Some in China think that social credit system promotes good behavior. És ugye azt gondolják sokan, hogy ez a jó viselkedést promotálja, és számos ember már be is került ebbe a rendszerbe anélkül, hogy tudna róla. Addressing everything from crime to bad driving and financial delinquency. Persze, fel lehet használni ezt a bűnmegelőzésben, illetve a bűnöldözésben, vagy akár a banki hiteleknél pénzügyi anyagság visszaszorítására, vagy akár ugye azt is mutatta, hogyha valaki a vezetésben nem tartja be a szabályokat. Doesn't stop there. A probléma természetesen az, hogy a rendszer nem áll meg itt, hogy csak ezeket monitorozná. It hasn't taken Chinese authorities long to draw up, massive blacklist for those deemed unacceptable. És természetesen a kínai hatóságok azok már is hosszú listát állítottak össze azokból a dolgokból, amik elfogadhatatlanok. According to the Guardian in England, there are 23 million Chinese on those list, and the number is growing. És azokból az emberekből, akik elfogadhatatlanok, 23 millió ember már is rajta van ezen a listán, akiket elfogadhatatlannak bélyegeztek. One of them, Liu Hu, is the journalist who published the articles exposing government corruption and censorship. Ugye ezek közül egy, ez a újságíró, aki bemutatta azt, hogy milyen korrupt a kormány, illetve a, a cenzúrát a különböző médiákban. The system banned him from flying, traveling on a train. És most már nem Repülhet, nem ülhet repülőre, nem utazhat vonaton, és nem is vásárolhat semmiféle ingatlan. Sőt, hitelt sem vehet föl, csak előzetes vizsgálatok után, amennyiben engedélyezik azt neki. De nem csak ezekre terjed ki ez az egész társadalmi kreditrendszer, hanem vannak például muszlimok Ujgó tartományban, akiket átnevelő táborokba küldtek, azért, mert a viselkedésük elfogadhatatlan, ugye a vallás maga. És hozzáteszik ennek a videónak a végén azt, amiről mindvégig beszéltem. Az pedig a következő. Everything China. We are starting to see here in the West. Minden, amit Kínában látunk, most már kezdjük látni itt, a nyugaton is. Australia, Austria, and even the US have imposed or attempted to impose mandatory COVID-19 vaccinations well, Austria, or the have tried COVID Government officials openly pressure banks not to give loans to disfavored business like oil companies. Parents who protest a azokat a cégeket hátrányos helyzetbe szorítja a banki kölcsönöknél, amelyeket úgy ítél meg, hogy azok alkalmatlanok arra. domestic Sőt, azok a szülők, akik nem értenek egyet azzal, amit az iskolában tanítanak, azok lassan már ugye terroristáknak bélyegzik, vagy extrémnek. This experience is already becoming a reality for almost a fifth of the world's population. It didn't end well for her. If we are not vigilant, it won't end well for us. Hogyha az, ami Kínában történik, az ugye igen szerencsétlenül végződött annak a hölgynek, akiről beszélt korábban, amit mi nem néztünk meg, de hogyha nem figyelünk oda, akkor könnyen a mi életünk is ilyen pályára sodródhat. Ez az utolsó cikk, amit szeretnék megmutatni, ez Technology Review MIT és a kínai Social Credit rendszerről beszél, vagy a társadalmi kredit rendszerről. A következőket írja ez a hölgy. Az ötlet az, hogy olyasmi elve működik, mint a répa és a bot. Az összes szabályozási területen például jó hitelképességgel rendelkező magánszemének vagy vállalatnak, kedvezményes elbánásban kell részesülnie a kormányjal való kapcsolattartás során. Ha felkerül a támogatás prioritási listára, például, hogyha ugye a viselkedése és a társadalmi kreditrendszerben a pontszáma olyan, akkor kedvező eljárásban részesül a rossz hitelképességű magánszemélyeket vagy cégeket, és információkat pedig nyilvánosan közzéteszik, és ezzel büntetik őket, valamint eltiltják őket a kormányzati beszerzéseken való részvételtől, a luxus cikkek fogyasztásától és akár az ország elhagyásától is. A kormány tavaly közvetített egy átfogó listát a megengedhető büntetési intézkedésekről. Egyes intézkedések ellentmondása sosabbak, például a bíróság által elhatározott kártérítés fizetési elmulasztó egyéneket korlátozzák a repülővel való utazásban, vagy gyermekei költséges magániskolákban való részvételében, mivel ezek luxus fogyasztásnak minősülnek. Az új törvénytervezet fenntartja azt a kötelezettségvállalást, hogy ezt a listát rendszeresen frissítik majd. Most ő azt írja, hogy nincsen egy központosított társadalmi kreditrendszer és számítógépen Kínában, illetve egy erre való törekvés sincsen, de hát ez nevetséges. Hát ki az, aki azt gondolja, hogy a kínaiak nem fogják majd ezt központosítani, hanem már ez központosítva van. Hát egyáltalán nevetséges az egész elgondolás, hogy majd ez mindenféle kisebb, nagyobb lokális közigazgatási egységekre van bízva. Ha mindenki emlékszik, vagy talán bárki erre a Rongsheng tartományra, amiről beszéltünk, ahol elindult ez a próbaprogram 2016-ban, hogyha valaki álhíreket terjeszt, vagy bármiféle káros információt a WeChat-en, aminek 400 millió felhasználója van, ez olyasmi nagyjából, mint a Twitter, csak Kínában, vagy bármilyen fórumon vagy blogon, az azt jelenti, hogy 50 pontot levonnak. Ezerről indul mindenki. Most, ha 50-et levonnak egy ilyen ér, akkor az ember meggondolja, hogy mi az, amit kitesz az oldalára, hogy hip-hop, nekünk itt nulla lenne, meg mínusz, nem is tudom mennyi. Azonban, ha valaki nyer egy nemzeti szintű sporteseményen, vagy kulturális versenyen, az plusz 40 pontot jelent. Van egy extrém eset, amit itt megmutatnak, az az, hogy 950 pontot veszített ez az ember azért, mert, külön, mert valamiféle orvosi vitában olyan leveleket osztott meg online, amit a rendszer úgy ítelt meg, hogy azt nem kellett volna. És akkor ő még azt írja itt, hogy a kínai kormány ellenzi azt, hogy ezt központosítsák, sőt megpróbál ellenállni ezeknek a helyi önkormányzatoknak, meg közigazgatási egységeknek, hogy ezt bevezessék, vagy hivatalossá tegyék ezt a rendszer. Ez lett volna, amit meg akartam mutatni ezúttal, és bízom abban, hogy hasznosnak találtátok ezt az információt. A cél az, hogy mindenkinek rendelkezésre álljanak ezek az ismeretek, aztán hozza meg a döntést mindenki magának. Én szeretném persze, hogyha mindenki rátalálna az atyára, de ez attól tartok, hogy a személyis szabadságát kell mindenkinek valamelyest ezért korlátoznia, ugyanis az az élet, amit él a többség a világban, az az ő számára, az atya számára elfogadhatatlan, és én értem most már, hogy teljes joga így érez. Ez volt a különös dolgok itt, az infobubble.hu weboldalon. Ez a társadalmi kreditrendszer, attól ne tartson senki, hogy holnaptól ez lesz Magyarországon, ez az új világrendnek a rendszere. A jelenlegi világrend először összeomlik, aztán feláll az új világrend, és ez az elképzelés, hogy ez fog ott működni. Működni fog vagy sem, ki tudja. De látjuk, hogy mi az, amit szeretnének, mi az, amire törekszenek, mint az elképzelések, hogyan akarják megvalósítani ezt a teljes mértékű kontrollt egészen odáig hogy a technológia segítségével az embernek a gondolatait is monitorozni fogják, sőt, meggyőződésem az, hogy egy pont után már irányítani. Ez egy ilyen szegmens ebben a nagy tervben. Remélem, hogy hasznosnak találtátok ezt a videót. Köszönöm mindenkinek a támogatást, azoknak, akik feliratkozók ezen az oldalon, ugyanis ti vagytok azok, akik ezt az egészet lényegében a támogatásotokkal, az időtökkel fenntartjátok. És mindenki, akivel együtt dolgozom, az nagyon hálás ezért, és mi azon vagyunk, hogy, hogy az igazságot ameddig lehet, terjesszük, ahol csak lehet. Köszönet az atyának, hála és dicsőség neki, mindenkinek a legjobbakat, és hamarosan folytatjuk. halleluja